Több republikánus szenátor is a demokratákkal szavazott az amerikai szenátusban, ahol a Donald Trump elleni alkotmányos vádeljárás megindításáról kellett dönteniük kedden. A szenátorok 56-44 arányban mondtak igent a volt elnök közjogi felelősségre vonására a kapitólium ostromában játszott szerepe miatt, vagyis hat republikánus szenátori zöld utat adott az eljárásnak. Trump védői arra építettek, hogy szerintük alkotmánysértő egy elnök ellen hivatali ideje letelte után ilyen eljárást indítani. Donald Trump állítólag őrjöngött, saját védelmét hallgatva. A vádat képviselő demokraták egy videóval kezdtek. Donald Trump itt azt mondja táborának január 6-án, hogy dúvatként kell küzdeniük, különben elvesztik az országukat. A vád lázadás szítása. A vádeljárás egyik ügyvivője feldúltan beszélt arról, mit érzett, amikor az ostrom alatt el kellett válni a lányától, aki épp látogatóban volt a hivatalában. A lánya később azt mondta, hogy soha többet nem akar visszamenni a kapitóliumba. Reszkinnek ez a mondat volt a legborzalmasabb élménye ott azon a napon. A védelem szerint Donald Trumpnak nem volt szerepe a több halálos áldozatot is követelő lázadásban, csak beszédet mondott, mint már annyiszor a demokraták kiforgatják a szavait. Az egyik ügyvéd azt mondja, csak azért kell ezzel foglalkozniuk, mert a demokrata többségű képviselőház soha többé nem akar politikai ellenfélként szembesülni Donald Trumpal. Donald Trump az első amerikai elnök, aki ellen kétszer is megindították az úgynevezett impeachmentet. Annak, hogy el is ítélik, és így kizárják egyszer mindenkorra a politikai életből, ezúttal is kicsi az esélye. 17 republikánus szenátornak kellene megszavaznia ezt.